10-15%-kal drágulnak a jövő évi kötelező felelősségbiztosítási díjak az átlagosnál több baleset és a munkaerőhiány miatt. Érdemes azonban résen lenniük azoknak az autósoknak, akiknek év végén jár le a biztosítási szerződésük. A legtöbb cég ugyanis már meghirdette a jövő évi tarifáit, a nagy verseny pedig kedvezőbb díjakat hozhat. Nincs megállás az egyik budapesti karosszéria lakatos műhelyben, ahol egymás mellett sorakoznak a deformált, balesetben összeroncsolódott autók. Hiába a sok munka, egyre kevesebb a dolgos kéz, ezért is drágul jövőre 10-15%-kal is a kötelező felelősségbiztosítás díja, amely baj esetén a javítási károkat fedezi. Elsősorban azért, mert a gépjárművek javításának a költségei emelkedtek az elmúlt időszakban. Ide lehet tenni a gépjárműpiaci munkaerőhiányt, az autóalkatrészek drágulását, az euró elmozdulását, tehát körülbelül ezek az, amik befolyásolják ezeket az árakat. A híradónknak nyilatkozó autó sok nagy része beletörődött az újabb drágulásba. A kocsik jobbra-balra törnek, tehát, és a szervizek is egyre drágábbak, de most már minden évben drágább, tehát teljesen mindegy ez. Szóval, aki autózik, akkor ezt fel kell, hogy vegye. Az emelés az sosem jó, úgyhogy de hát nem tudok elni én kis emberként semmit sem tenni, úgyhogy muszáj leszek elfogadni. Érdemes azonban résen lenniük azoknak, akik január 1-i évfordulós szerződéssel rendelkeznek. A biztosítók ugyanis már meghirdették az új tarifákat. A mostani kampányidőszak 1,2 milliónál több gépjármű tulajdonost érint, ebből pedig olyan 700 ezer személygépkocsi tulajdonost. A 2010 előtt vásárolt autók tulajdonosai akár több ezer forintot is spórolhatnak a biztosítók közötti versenyen. A díjtarifák mellé körülbelül 100 fajta különböző kedvezmény is társul, így nagyon könnyen elképzelhető, hogy az az autós, akinek az elmúlt évben a kártörténete kedvezően alakult, nem volt balesete, talál akár a jelenlegénél is kedvezőbb ajánlatot a piacon. Az autótulajdonosoknak november 11-éig kell megkapniuk a meglévő biztosítójuktól a jövő évre vonatkozó árajánlatot. Ha ezzel nem elégedettek, akkor december 1-ig kell felmondaniuk a szerződést, majd mielőbb, legkésőbb 2020. január 1-ig kell kiválasztaniuk az új biztosítót. Akik a régi biztosítójuknál szeretnének maradni, nincs más dolguk, mint befizetni a jövő évi díjat.